Vannak a konszenzus kereső konfliktus kerülők. Vannak az Istenre hivatkozó szociopaták. Wendy, I'm home. És vannak olyanok, akik minden lehetséges konfliktusba beleállnak. Háborút akarsz? Legyen hát! Háború! Az élet teli van emberi konfliktusok esélyével, sokfélék vagyunk, sokféle értékkel, hittel, meggyőződéssel és érdekekkel. Elkerülhetetlen, hogy bele-bele akadjunk egymásba. De mi a leghelyesebb módja a konfliktusok kezelésének? Vannak olyan emberek, akik mindig a konszenzust keresik. Ha konfliktust látnak közeledni, sohasem hagyják, hogy a dolog elmérgesedjen, megpróbálják a másik felet kiengesztelni, a másik fél kedvében járni. Vannak olyanok, akik pont, hogy ezzel ellentétben mindig mindenbe beleállnak. Eszelős. Nem, csak spártai! Állandó harcot vívnak. Egyetlen lehetséges konfliktust sem hagynak veszni hagyni. És aztán vannak olyanok, akiket teljességgel paralizál egy megoldandó helyzet. Egyetlen reményük, hogy majd valamilyen külső, felsőbb erő valahogy feloldja az ő problémájukat. Reménykednek, imádkoznak és fohászkodnak, de tenni semmit nem mernek. Az ilyen emberek lebénulnak, ha konfliktus közeledik. E heti Tóra szakaszunk a konfliktus kezeléshez is jó adag útmutatással szolgál. Jákob ősatyánk egy feloldhatatlan konfliktushoz közeledik. Élete legfenyegetőbb konfliktusához. Személyében kibékíthetetlennek tűnő testvérével, Ézsóval fog 2 évtized után találkozni. Ősatyánk viselkedésre számunkra is útmutatás. Jákob először a konszenzust és a békülés lehetőségét keresi. Ajándékokat és követeket küld testvérének, hogy kegyet találjon szemeiben. Az ajándék küldés után, miután meghallja, hogy Ézsó harcosokkal közeledik, ő is kettéosztja a táborát és felkészül a harcra. Végül pedig Jákob nem feledkezik meg az ima erejéről sem. Istenhez fordul fohásszal és azt mondja, ments meg kérlek testvérem kezéből, mert félek tőle. Jákob tettei nem csak összességükben, hanem sorrendjükben is tanulsággal bírnak. A jó konfliktus kezeléshez mind a 3 eszközzel fel kell készülnünk. Nem szabad magunkat egy stratégiához cövekelnünk. Sorrendjében pedig először a békekötő konszenzus kereséssel kell kezdenünk. Úgy, hogy közben a harcra is felkészülünk, de mindeközben azt sem felejtjük, hogyha végül harcra is kerül a sor, sorsunk alakulása végső soron a mindenható kezében van. Az ima ereje őre emlékeztet bennünket. Ha tehát legközelebb konfliktus közeledik, ne nyúljunk rögtön kardunkhoz, ne is meneküljünk imakönyvünk védelmébe, de még csak ne is elégedjünk meg azzal, hogy megpróbáltunk békét ajánlani. Mind a 3 eszközt bekészítve alkossunk stratégiát. A harcra is kész erő éreztetésével próbáljuk a konszenzust keresni, és mindeközben ne felejtsük, mi bármit is teszünk, a dolgok végső kimenetele így is, úgy is a mindenható Istenen múlik. Ez jó volt, nem? Én is élveztem. A Tórából mindig lehet valami újat tanulni. Ha szeretnél hasonlókat megnézni, kattints ide. Ha pedig a legfrissebb videókról is szeretnél értesítést kapni, csatlakozz a csatornánkhoz. Csak annyit kell tenned, hogy ide kattintasz.